Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a negyedik könyvemről fogok egy kicsit beszélni, mert múlt héten, csütörtökön, 13-án mondhatni, megjelent, szóval 13-án hoztuk el a nyomdából, ez az első rész. Ez pedig az Otthon tűze, a Csiku, aki tűzben született sorozat negyedik része. És hát ennek örömére gondoltam, hogy akkor csinálok egy videót, amiben így bemutatom egy kicsit ezt a könyvet, és mivel, hogy ennek van három előzménye, mint hogy negyedik rész a sorozatban, azért kicsit bemutatom azt a hármat is. És akkor így végül is az első négy részt így kb. Így bemutatom ebben a videóban. Na de akkor kezdjünk is bele. Szóval, tavaly május körül csináltam egy videót, amiben az első könyvemről beszéltem picit, azt ide belinkelem. Az első könyvem az a Futótűz, és ebben megismerkedünk Phoenix-szel, aki igazából ennek az egész sorozatnak a főszereplője. Ja, és megjegyzendő, hogy ebben állatok vannak, és lovak a főszereplők, mint hogy lóbolond énemet így ezekben a könyvekben élem ki. Szóval megszületik Phoenix. És kiderül, hogy neki van egy különleges képessége, mégpedig képes irányítani a tüzet. És hogy ez most jó vagy rossz dolog, ez ilyen kettős mérce, mert ő úgy gondolja, hogy rossz, de vannak, akik úgy gondolják, hogy jó, és így próbál ezzel az egész dologgal megküzdeni saját magával, de közben igazából mondhatni, hogy el is árul már a könyv elején, és egyedül kell boldogulnia, miközben tőle azt várják el egyesek, hogy majd megmenti az otthonát, a kontinenst, ahol az egész történet játszódik, mert hogy itt hát van a főgonoszunk, Tenebrarum, aki fenyegeti az otthonát. De hát ő csak egy ilyet kis csikó, szóval nem tudja, hogy mit kellene csinálni. Ami ebből az első részből fontos így a továbbiakban, hogy a könyv végén, vége felé megismerkedünk Bellonával, akitől Phoenix megtudja, hogy nem csak a kontinens létezik, hanem vannak több dimenziók a világon. Ez nem volt jó egyeztetés. Szóval több dimenzió létezik. És azt mondja Phoenixnek, hogy mivel neki ilyen különleges ereje van, ezt máshol is lehetne alkalmazni és máshol is segíteni, úgyhogy ráveszi Phoenixet, hogy menjenek el egy másik dimenziókba, és ott segítsenek a rászorulóknak. Amivel Phoenix belemegy, és hát ők ketten elhagyják a kontinenst. Ezután következik a második rész, amiben így ezt a dimenziós dolgot folytatom. A második rész a sárkánytűz. Ebben a részben egy új dimenzióba látogatunk el, sárkányföldre. És itt szintén lovak és sárkánylovak vannak. Szóval ilyen sárkánylovak, ilyen sárkányos beütéssel. És hát Phoenix most már egy ideje így ismerkedik a dimenziókkal, meg hogy minthogy miként, a saját erejével is. És most egyedül marad és ellátogat ide, ahol segítenie kell Veritasnak visszaszerezni a trónját, mert őt letaszították róla, mert hogy egyébként neki így az lenne a feladata Veritasnak, hogy kibékítse a lovakat és a sárkánylovakat, mert köztük ellentét van. De hát ezt van, aki nem akarja, és akkor őt letaszították a trónjáról, és most Phoenix próbál neki segíteni. És ebben a könyvben, ami a most megjelent negyedik részhez így fontosabb, az, hogy Phoenix itt ponton találkozik egy ilyen mágikus szellemmel, aki elmondja neki, hogy mivel neki egy hatalmas nagy ereje van ezzel, hogy képes irányítani a tüzet, és még kap egy kis plusz löketet mellé ebben a részben, kiderül, hogy neki majd ezért az erőért nagy árat kell fizetnie. De hát, hogy mi lesz az, azt még nem tudjuk. Csak azt, hogy ez nagy lesz és jelentőségteljes. Valamint, ami még így fontosabb ebből a részből, az, hogy így vannak jó sok is, dimenziónként minimum egy. És ebben a kötetben ismerkedünk meg Ariolóval, aki abból a szempontból fontos, hogy utána többször meg fog jelenni. És ő mondja Phoenixnek azt a kulcsfontosságú mondatot, amit utána még többször így visszaidéződik a további kötetekben, hogy tartsd meg a fényt, ami benned rejlik. És ez egy fontos momentum a későbbiek sorára nézve. Azután a kötet végén igazából megérkezik Bellona, és elviszi Phoenixet egy újabb dimenzióba, most a saját otthonába. Ez nem az a rész, ez az a rész. És igazából itt veszi fel a szállat az őrzők tüze, a harmadik rész.
amiben ugye Bellona elvisz a saját dimenziójába Phoenixet, ahol egy római légió támadta meg végül is őket, és azt kell tudni Bellona otthonáról, hogy hát a neve az, hogy Primum, és ez végül is az első dimenzió, ami valaha létrejött, és ott benne élnek ők, Bellonáék, szintén lovak, akik az őrzők, és ők gondoskodnak arról, hogy minden egyes másik dimenzióban hát nem az, hogy béke legyen, de hogy rend legyen, és hogyha valami nagyobb probléma kerül felszínre, akkor ők igyekeznek ezeket megoldani, mert nekik az a feladatuk, hogy védelmezzék a dimenziókat. És ebben a részben tudjuk meg, hogy minden dimenziónak van lelke, és ennek a léleknek egy kisebb darabja Primumban van, amit az őrzők védenek, vagy Bellonáik. És egy nagyobb darab, ami meg a saját dimenziójukban van, és azt is védelmezik egyesével minden dimenzióban. És ezek azért fontosak, mert igazából meg az őrzők is azért fontosak, mert hogyha mondjuk a rómaiak legyőznék őket, akkor megtalálnák esetleg a lelkeket, és véletlenül elpusztítanák őket, ami azért nem lenne túl szerencsés, mert hogyha elpusztul a lélek, akkor elpusztul a dimenzió. És ebben a részben továbbá még megtudjuk, hogy Tenebrarum, aki az első részben volt a gonosz, ő igazából egy kisebb játékszer volt, ő nem az igazi fenyegetés volt, hanem megtudjuk, hogy van egy Umbra nevezetű sötét ősi erő, aki most próbál felemelkedni és visszatérni, és Phoenixnek a valódi feladata nem az volt, hogy legyőzze Tenebrarumot, hanem az lesz, hogy legyőzze Umbrát. Ami nehéz, mert igazából Umbrát nem ismeri senki, mert hogy ő eddig így igazából annyira nem volt jelen, csak így a háttérben mozgolódott, és tehát nem tudják, hogy hogyan lehetne legyőzni. Miután segít Bellonának megoldani a problémát Primumban, utána mindketten fogják magukat, és visszautaznak a kontinensre, és erről szól, vagy hát itt veszi fel a fonalat a negyedik rész, az otthon tüze, mert hogy visszalátogatnak a kontinensre, ahol Umbra tervezi a visszatérését, és amiről igazából ez a kötet szól, az az, hogy próbálják kideríteni, hogy hogyan lehetne legyőzni Umbrát, mert hogy ő egy ősi erő, szóval így nincs bevált módszere, hogy hogyan lehetne legyőzni, meg senki nem tudja, hogy mire, meg hogyan képes, az se, hogy hogy néz ki. Valamint újra a felszínre kerülnek azok a szereplők, akik a futótűzben, tehát visszatérnek, mert ugye visszatértünk az eredeti helyszínre is. Továbbá felmerül a kérdés, hogy vajon mi lesz a tűzára, mert az most már így kezd egyre erősebben, Phoenixben megfogalmazódni, hogy vajon mi lesz tényleg ennek az ára. És az is még egy érdekes kérdés, hogy mi lehet az ősi profécia. Mert még az első kötetben Phoenix kap egy proféciát, ami megjósolja, hogy le fogja győzni Tenebrarumot. De annak volt egy előzménye, az ősi profécia, amiről erről a könyvben tudunk meg többet. És igazából ezek a fő pontok, amik így érdekesek ebben a részben, ezeket próbálják meg kitalálni, és hát közben próbálják megszervezni a kontinens védelmét. És erről szól ez a negyedik rész. Szóval eddig ebben a sorozatban ez a négy rész jelent meg, és ezen kívül még egy lesz, az ötödik. Egyébként mindenféle, van pár videó, amiben kicsit bővebben beszélek így az egyesebb részekről, egy-kettőről. Van egy írásos lejátszási listám, azon rajta is vannak ezek a videók, szóval azt is ide belinkelem, meg a leírásba is. És hogyha esetleg valakit érdekelnének a könyvek, vagy esetleg meg szeretné őket szerezni, mivel ezek magánkiadásba lettek kiadva, illetve hát ez a kettő nem, de mondhatni mégis, ezért igazából a legbiztosabb forrás, ahonnan be lehet szerezni, az így tőlem van. A leírásba találtok egy e-mail címet, szóval ha valakit érdekelne, akkor az acsac, mint hogy acsikó, aki tűzben született. Szóval acsacrendelés@gmail.com-on tud érdeklődni, hogy hogyan lehet beszerezni a könyveket. Meg egyébként azt hiszem az első és a harmadik rész, mert a második az valahogy így eltűnt így a helyekről. A Liránál, a Bookline-nál és a Librinél kapható. És hát igazából egy tömören
ez lenne ez a négy könyv. Mondom, hogyha tényleg az írásról, kiadásról, ilyenekről még valaki érdeklődik, akkor ott van a leírásban szintén a lejátszási lista. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!